Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket június 15-én hétfőn. A TV Ajka híradóját látják, nézzük a legfontosabbakat röviden. A Pannonvár Színház évadzáró társulati ülése. Elkezdődtek a ballagások az általános iskolákban. Fekete István emlékverseny 15-ször. Kedden délelőtt a Veszprémi Hangvilla aulájában tartotta a Pannonvár Színház évadzáró társulati ülését. Városunkból Johannides Sándor önkormányzati képviselő, a Kristályfürdő Kft. Vezetője és Bábics Valéria Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont igazgatója vett részt az évértékelőn. Vándorfi László színigazgató köszönetet mondott Ajka városának a kiemelt támogatásért, mely ettől az évtől új tartalmú együttműködés formájában valósul meg. Ez tükröződik és hangsúlyt kap a színház jövőbeni arculatának megjelenésében is. Új logók készültek, melyeken Ajka a színház kiemelt támogatójaként szerepel. A társulat vezetője felidézte az elmúlt évad jelentősebb kapcsolódásait városunkhoz. A zsűri elnökeként részt vett az első 800 év programsorozatban, melyről nagyon szép emlékeket őriz. A Pannonvár Színház állította színpadra a település részekkel szoros együttműködésben az eseménysort záró gálát, melyet a nagy érdeklődésre való tekintettel duplázni kellett az agorára történő kivetítés mellett. Rendszeresen játszanak a Művelődési Központ bérletes sorozatában, jelen vannak a színházi életben felnőtt és gyermekelőadásokkal egyaránt, részt vesznek városi rendezvényeken, ünnepi műsorokon, nyáron pedig a városi strandon egésznapos programokkal szórakoztatják a látogatókat. A Star Factory országos tehetségkutató vetélkedő döntőjének egyik helyszíne is az Ajkai Művelődési Központ volt, és egy kategória győztessel is büszkélkedhetünk az Ajka Padrakú táncegyüttes tagjainak jó voltából. A táncosokkal a kapcsolat a jövő évadban is folytatódik, mivel szerepet vállaltak a Pannonvár Színház egy táncjátékában. A jó hangulatú évadzáró végén elismeréseket vehettek át a társulat tagjai. Az évad táncművészeti teljesítményeiért díjat Krámer György koreográfus kapta, melyet Németh F. Bernadett, a Napló főszerkesztője és Barták Péter központi lapigazgató nyújtott át. Az évad értékelőn további díjakat is osztottak. A közönségdíj első helyezettje Szelle Dávid, a második Molnár Ervin, a harmadik Pap Lívia lett. Az évad színésznője díjat Oravec Edit, az évad színésze díjat Bakai László érdemelte ki. Bakonyi József külön díját Kovács Ágnes Magdolna és Keresztesi László kapta. Junior díjat kapott Lencsés Márton. A kiváló művészeti titkári munkáért díjat pedig Lepsényi Györgyi vehette át. Az elmúlt héten pénteken kezdődtek a ballagások az általános iskolákban, elsőként a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskolában búcsúztak a végzős diákoktól. Három osztály 68 diákja búcsúzik a Borsos Miklós iskolától június 15-én, a 17 órakor kezdődő ünnepségen. A továbbtanulók közül 17-en gimnáziumi tanulmányaikat kezdik szeptembertől, szakközépiskolába 34, szakiskolába 17 diák megy. Mint Tódor Erzsébet igazgatótól megtudtuk, 56-an Ajkai iskolába kérték felvételüket, 53 tanulót pedig az első helyen megjelölt intézménybe vettek fel. Az énektagozatos osztályból egy lány tanul tovább művészeti középiskolában. A Fekete-Vörös Marti iskola Fűs Sándor utcai épületében június 15-én hétfőn 17 órakor tartják a ballagási ünnepséget, a Padrakúti telephelyen június 19-én pénteken 15 óra 30 perckor kezdődik a tanévzáró ünnepséggel egybekötött ballagás. A Lasober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola a ballagási ünnepséget 19-én 17 órakor tartja. Az intézménytől 14 nyolcadikos búcsúzik. A továbbtanulókra előtte még egy komoly próbatétel is várt. Záróvizsgát tettek magyar és német nyelvből, matematikából, valamint történelemből. A vizsgán két jegyet kaptak, amely befolyásolhatja az évvégi tanulmányi átlagukat is. A 15. jubileumi Fekete István országos emlékversenyt Ajka csapata nyerte. A Berják Tivadar, Névadás Zsuzsanna, Vizi István, Kató Lajosné és Laci Ilona alkotta csapatnak ez volt a negyedik győzelme. A programnak a Nagy László Szabadidőközpont biztosította a helyszínt június 13-án.
A rendezvényen elsőként Horváth Árpádné, a gyengéllátók számára kiírt országos versenyt szervező, Ajkai Látássérült Klub vezetője, majd Arkaváros önkormányzata nevében Gerencsér Hilda képviselő, az Oktatási, Művelődési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága tanácsnoka köszöntötte a megjelenteket. A szervező klub tagjai színdarabbal is készültek. Az Életképek a Fehérbot fogadóból című darab vicces történetei jó hangulatot teremtettek. Ezután Benkő Imre a klub versmondójának szavalata következett, majd a verseny megálmodójának Németh Mártának a több éves munkáját ajándékkal köszönték meg a szervezők. A visszatekintésben elhangzott, hogy az elmúlt másfél évtizedben az Ajkai Klub tagjai már háromszor, 2010-ben, 2012-ben és 2013-ban első helyezést értek el, 2004-ben és 2014-ben másodikak lettek. Az idei versenyen 8 csapat tagjai mérték össze tudásukat. Egy csapattal vett részt Nagykanizsa, Ajka, Gyula és Győr, Szalaegerszeg és Tatabánya 2-2 csapatot küldött. A versenyzők az idén az Őszi Vásár című novellás kötetből készültek. Az eredményhirdetést követően a résztvevők megkoszorúzták az író emléktábláját, majd kulturális műsoron vettek részt a Szabadidőközpontban. Az Erasmus Plus program keretében az Ajkai Szakképző Iskola Bánki Donát intézmény egységének diákjai novemberben egy hónapos szakmai gyakorlaton vehetnek részt Türingiában. A projekt koordinátora Jancsó Adrien tanárnő, aki kísérő tanárként is segíti majd a diákokat. A vendéglátós diákok 2015. november 2-án indulnak a külföldi gyakorlatra, 4-4 logisztikus tanuló 2016. januárjában, illetve 2016. őszén vesz részt a németországi képzésen. 2015. szeptemberében kezdődik a résztvevő diákok felkészítése. A tanulók részére nyelvi, szakmai, általános és kulturális foglalkozásokat tartanak, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok bővíthessék ismereteiket, felkészülhessenek a külföldi gyakorlatra. A projekt számos előnnyel jár a tanulók számára. Fejlődik kommunikációs, alkalmazkodási és együttműködési készségük, képesek lesznek az önálló munkavégzésre. Megismerkedhetnek új technikákkal, modern gépekkel, eszközökkel dolgozhatnak. Az álláskeresésnél is előnyben lesznek, hiszen Európass tanúsítványt kapnak, mely tartalmazza a külföldi gyakorlat részleteit. Totális rezsimek, egyéni választások címmel Csabai Tamás irodalomtörténész tartott előadást a Városi Múzeumban. Az esti program fókuszában Helember naplójának értelmezése és más művekkel történő összehasonlítása állt. A családias légkörben zajló eseményen számos könyvre reflektált az irodalomtörténész, mielőtt rátért volna Helen történetére. A felvezető gondolatokban az egyén felelősségéről, választási dilemmáiról, illetve a feltartózhatatlannal szembeni lázadásról beszélt Csabai Tamás. A téma előkészítésére példákkal való megvilágítására szükség volt, hiszen így vált érthetővé a francia egyetemista lány gondolkodásmódja, tetteinek logikája. Helember nem volt zsidó származású, szolidaritásból viselte a megkülönböztető sárga csillagot, mások életét féltette a sajátja helyett, nem menekült, maradt. Minden döntése tudatos felelősségvállalás és rendszerellenes lázadás volt. Az előadásból kiderült, hogy sorsa sok ponton hasonlít Anna Frank történetéhez. Mindkét napló sajátos szűrőn keresztül meséli el a történteket, céljuk viszont egyforma, az embereknek tudniuk kell, hogy mi történt. Csabai Tamás a két írás összehasonlításával, szövegrészletek felolvasásával és napjainkból hozott példákkal mutatott rá általánosságban az emberi jellem mienségére. Mindegy, hogy a második világháborúról vagy napjainkról állítjuk. A hatalom közönyt és vitát gerjeszt. Sokan megkülönböztetnek másokat bizonyos tulajdonságok miatt, a szolidaritás és az együttérzés gyakran háttérbe szorul. Az utolsó kapaszkodót a művészet jelentheti talán. Az előadást követő kötetlen beszélgetésen ennek a felvetésnek a létjogosultságát vitatták meg a szakemberrel közösen a résztvevők. Kedves nézőink, a következő percekben tekintsék meg programajánlónkat. Június 19-én pénteken 18 órakor Vörös Szilvia operaénekes ária és dalestjét hallgathatják meg az érdeklődők a Művelődési Központ kiállító termében.
Június 20-án szombaton 16 órakor lesz a pedagógus kórusok országos találkozója. Hangverseny helyszínek a Művelődési Központ, a Tósok-Berényi Szent István Király templom, az Evangélikus templom és a Bánki Donát szakképzőiskola. 18 órakor lép fel az Összkar a találkozó kórusaival az Agórán, az Ajka Városi Bányász fúvószenekar és Pápaváros fúvószenekara. 15. alkalommal szervezi meg a civil fesztivált a Civil Szervezetek Szövetsége június 27-én. A programon részt vesznek a várpalotai civilek is, akikkel az idei évtől kapcsolatot ápolnak az ajkaiak. A civil házban 14 órakor kezdődő programban fellépnek a Patakparti óvoda néptáncosai, a Tímföldgyári Nyugdíjas Klub énekkara, a Dynamic Rock and Roll csoport, a Látássérültek Egyesülete tagjai, az Ajka Kristályese aerobikos gyermekei, az Orchidea Nyugdíjas Klub, a Rolling Country kerekesszékes tánccsoport, a Hangadók zenekar, valamint a Szivárvány együttes, amelynek tagjai Pék Attila, Pékné Nyírő Anita és Rosta Albert. A gyermekek számára kiírt rajzpályázat eredmény hirdetése 17 órakor kezdődik, azt követi a tombola sorsolás. Híradónk végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, kövessenek bennünket a tvajka.hu weboldalon, a legfrissebb híreket pedig az ajkaiszó.hu weblapon olvashatják. Következzen az időjárás jelentés, viszontlátásra! Kedden gyengül a csapadékhajlam, térségünkben szeles időben 21-26 fok közötti maximum hőmérsékletet mérhetünk majd. Szerdára már kellemes nyári időjárásra van kilátás. A szél néha még élénk lehet, a friss hajnalt követően 22-27 Celsius fok között alakul majd a csúcshőmérséklet.